Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Kettől a kerékpáros útvonal tervezés is elérhető Magyarországon a Google térképén, jelentette be Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A szomszédos országok közül egyedül Ausztriában működik ez a funkció a Google térképen. Az útvonal tervezés mellett a felhasználóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy megismerjék az egyes zónákban, városokban vagy régiókban elérhető kerékpárutakat, és ezek közül választanak. A telefonnál Révész Máriusz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi a jelentősége annak, hogy itt nálunk Magyarországon elérhető egy ilyen funkció is? Egyáltalán ez ennyire fontos volt? Hát ekkora volt az igény, vagy mi megelőztük azt, hogy mondjuk igény mutatkozzon erre? Nem, hát az a helyzet, hogy kerékpáros útvonal tervező alkalmazás az több is működött Magyarországon, de ezek az alkalmazások azért viszonylag nehezen megtalálhatók. Ha jön egy külföldi turista, akkor nyilván a Google Maps-re, meg a Google útvonal tervezőre keres rá, és bizonyos értelemben elég bosszantó volt, hogy ezen a felületen nem volt ez megtalálható. Ebből a szempontból egyébként ez áttörés, hogy ezt sikerült elérni Magyarországon. 3 évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatokat a Google-en, és kezdtük el ennek az előkészítését. Az adatbázisokat mi szolgáltattuk, tehát a Magyar Közút és a Budapest Közút adta át a szükséges térképeket, ezeket dolgozták fel. Jóval hamarabb készen kellett volna lenni, csak közbeszólt itt is a Covid-járvány. A Covid-járvány miatt a Google központban átcsoportosították az erőforrásokat, és más feladatokat láttak el az emberek. Így a tervezethez képest egy olyan 1,5 évvel később készült el az alkalmazás, de valóban, hogyha megnézzük, akkor itt a nemzetközi összehasonlításban jól állunk, hiszen a szomszédos országok közül egyedül Ausztriában működik ilyen, és a közép-európai, illetve a régi szocialista országok közül pedig egyedül Lengyelország előzött meg minket. Ennek az alkalmazásnak az az előnye, hogy a Google térképet nagyon sokan ismerik, és most ott, ha rámegy az ember a kerékpáros piktogramra, akkor gyakorlatilag beírja, hogy hova szeretne elmenni, és ugyanúgy, mint az autónál, írja, hogy biztonságosan kerékpárral hogyan lehet eljutni abba a pontba. Nagyon sokan fogják ezt használni, és szerintem ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a kerékpározás az még népszerűbb legyen. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy most, hogy a kerékpárosok ezt az alkalmazást elkezdik majd használni, biztos, hogy elő fognak jönni hibák. És a hibákat lehet jelezni a Google-nek, a Google Maps-nek a megfelelő felületén, de a kerékpár útvonalakat közút.hu e-mail címre is el lehet küldeni minden észrevételt, és ezzel hozzá tudunk járulni, hogy azokat a hibákat, pontatlanságokat, amiket a térkép mutat, azokat javítsuk, és szerintem jövő tavaszra, jövő nyárra egy nagyon-nagyon jó hatásfokkal működő kerékpáros útvonal tervező lesz Magyarországon is, amit egyébként nagyon könnyen és nagyon sokan meg fognak találni majd. Egyébként hogy állunk, hogyha kerékpáros utakról beszélünk? Nagyon komoly fejlesztések voltak az elmúlt időszakban. Hány kilométer bringa útvonal van, és egyáltalán hányan biciklizünk? Hát 2010 óta körülbelül 1600 kilométerre kerékpárút épült, és további legalább 1000 kilométer kerékpárutat sikerült kitáblázni, de ezek nem is kerékpárutak, hanem kerékpározható útvonalak, ezek gátakon, erdészeti utakon, kisforgalmi utakon lettek kijelölve. Most a kormány biztosított 4 milliárd forintot kerékpárút tervezésre, ebből további 1000-1200 kilométer kerékpárutat lehet majd megtervezni, ezt a következő uniós ciklusban szeretnénk is megépíteni, és ezen felül még egy további 4000 kilométer kerékpározható útvonalat szeretnénk kitáblázni. Hogy ezt sikerül mind megvalósítani, akkor Magyarországon tényleg egy összefüggő kerékpáros hálózat fog kialakulni, és az turisztikai szempontból az mindenképpen nagyon jelentős előrelépés lesz. Most éppen Hollandiában vagyunk, egy hollandiai vasúton beszélek, és itt azért vagyunk, mert megyéjogú városok, kerületek polgármestereit, alpolgármestereit hoztuk el Hollandiába egy tanulmányútra, és hát itt le vagyunk döbbenve attól a kerékpáros kultúrától, amit itt látunk. Itt minden egyes autósra körülbelül úgy számoltuk reggel a belvárosban, hogy ilyen 20-30 kerékpáros jut,
mindenki kerékpárral közlekedik, tehát itt a városokban, nagyvárosokban, Amsterdamban a kerékpáros közlekedés részaránya közelíti a 40%-ot, ez a budapesti 2%-kal szemben ez egy ilyen hatalmas előrelépés, és itt tényleg a Békés Csaba, Kaposvár, Debrecen vezetőit el vannak ámulva attól a szemlélettől, amit itt tapasztalnak, de az itt az elmúlt napon már keresztül jött, hogy itt teljesen más módon élnek az emberek, és ez egy ilyen élhető város benyomását keltett ez az Utrecht. Most egy olyan városba megyünk éppen, ahol az egész városból ki van tiltva az autó, és csak kerékpárral lehet közlekedni, tehát a belvárosi részen, vagy a városi részen gyakorlatilag autóút az nincs is, csak kerékpárral lehet közlekedni, és magam is kíváncsi vagyok, mert nem voltam még ebben a városban, úgyhogy... Ez a távoli jövő, vagy azon túl, hogy Amsterdam ugye a kerékpárosok világvárosa, szerintem nyugodtan mondhatjuk, milyen tapasztalatokkal tudnak hazatérni egy ilyen látogatásról, mi lehet az eredménye ennek polgármesteri szinten? Hát szerintem nagyon fontos, hogy a döntéshozók megismerjék azt a szemléletet, ami itt uralkodik, és ugye ez nem csak Hollandiára igaz, hanem most olvastuk, vagy most le is fordítottuk Boris Johnson által jegyzett angol kerékpáros és gyalogos stratégiát, és hát abban is egyébként hihetetlen dolgok fogalmazottak meg. Tehát nagyjából mindenki rájött, hogy abban az irányba, hogy folyamatosan növekszik a gépkocsik száma, amit be aztán belefulladunk, mert a parkolóautóktól nem tudunk közlekedni a járdán, a városaiban folyamatosan dugó van, tehát hogy ez így hosszú távon nem működik, és Amsterdamban egyébként, meg itt Hollandiában, meg egyébként Dániában is, ezt láttuk, meg Belgiumban is, már abban az irányba próbálnak menni, hogy folyamatosan csökkentsék például a parkolóhelyeknek a számát a belvárosi részeken, de egyébként nem is kell olyan messzeire menni, mert Prágában is egyébként ez történik, és próbálják élhetőbbé tenni a várost, és mindent azt tapasztalják, tehát az látszik, hogy ha egy térségben sikerül forgalomcsillapítást, vagy teljes forgalomtiltást elérni, akkor ott nem csak, hogy élhetőbb lesz a vidék, hanem a lakások értéke felértékelődik, az üzletek forgalma az megnövekszik, a környezetszennyezés kisebb lesz, az emberek mentális állapota jobb lesz, úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy az egész európai fejlett világ ebbe az irányba halad. Például most Párizsban megtiltották már a Szajna parton a biciklizést, és egy nagyon komoly kerékpáros programot indítottak el, csak úgy, mint Londonban, úgyhogy Milánóban, tehát hosszan-hosszan lehetne sorolni a példát. És bár nagyon sokan kerékpároznak el nálunk is, például Békés Csabának a polgármestere mondta reggel a bemutatkozásnál tegnap, hogy hát Békés Csabán náluk mindenki kerékpározik. Ezt a vacsoránál azt mondta, hogy ez egy kicsit nagyképű kijelentés volt itt, látva, hogy mi van Amsterdamban. Úgyhogy szerintem van fejlődési lehetőség, de igazából a legfontosabb, hogy azt a szemléletet itt nagyon erősen képviselik, hogy mindenki nem is. Lehet... Nem, hogy nem lehet autóra optimalizálni a várost. Idő után ez nem fog működni. Tisztelettel kérem arra, hogyha hazajön, akkor számoljon be nekünk majd az ottani tapasztalatokról. Mára pedig köszönöm, és akkor jó utat önöknek, és gyűjtsék az információt. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen az interjút.